pedig negyed órára a körzeti híradó veszi át a szót. Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Adástérségünk mai eseményeit képes hírösszefoglalónkkal ajánljuk figyelmükbe. Először röviden. Hogyan alakuljon Kaposvár gazdasága? Eszmecsere indult a város vezetői és a nagy foglalkoztató cégek között. Lotz Károly közlekedési miniszter megígérte, hogy 2005-re gyorsforgalmi út lehet a 6-os, mely Pécset nem érinti. A pécsi Péter Pál ókeresztény sírkamra felújításához még 50 millió forintra lenne szükség, alapítványi sajtótájékoztató. A Szekszárdi Német Színház új bemutatója. Ma este Lola Blau. Évvel korábban, 2005-ben már gyorsforgalmi út lehet a 6-os főközlekedési útból. Ezt ígérte tegnap Pécs, Mohács, Szekszárd, Százhalombatta és Dunaújváros vezetőinek Lotz Károly közlekedési miniszter egy tárgyaláson. A Bosznia-Hercegovináig vezető út nem érintené Pécset. Erről kérdeztük Vekler Ferenc országgyűlési képviselőt. Nem halad át Pécsen, viszont feltárja a Mohácsi régiót, és feltárná azt a délmilitérséget Bátaszékkel összekötve, amely most tulajdonképpen teljesen elzárva van, elzárt a közlekedéstől. A pécsieknek a dolog azért jó, mert egyrészt lehetőségek nyílik egy ilyen útvonalon, aztán Pécs-Boly Szekszárd összekötéssel, a szintén megépülő Szekszárdi hídhoz a közlekedést javítani, és amíg a Szekszárdi híd nem épül, addig pedig a Bajai híd fele jelent az Alföld fele egy közlekedési összekötést. A következő lépés majd a pénzügyi realitásokat figyelembe véve az úgynevezett Dunántúli autópályának az ügye lenne, amely azt jelenti, hogy Pécset az M7-essel kötné össze egy tervezett autópálya. Erről a tervről továbbra sem mondunk le, csak a pénzügyi és a gazdasági realitások most azt mutatják, hogy a 6-os útnak egy gyorsforgalmi úttá bővítése lényegesen gyorsabban elvégezhető, mint egy új autópálya új nyomvonalon történő megépítése. Ezután rendszeressé válik Kaposvár polgármestere és a város nagy foglalkoztatói között az eszmecsere a tervezett gazdasági változtatásokról. A cégek képviselői és a város vezetői a szakmunkás képzés reális igényeiről és lehetőségeiről is szót váltottak tegnap délután. A polgármester szerint a város gazdasága stabilizálódott, ezután rendszeresen ki szeretné kérni Kaposvár legnagyobb adózóinak a véleményét a nagy horderejű döntéseket megelőzően. Például most hogyan alakuljon a szakképzés struktúrája? Azzal a kellemes gonddal kell szembesülnünk, hogy a 94-ben még 11%-os munkanélkülség ráta 6-7% közöttire esett vissza, és több foglalkoztatónk azon gondolkodik, és az a bajja idézőjelbe, hogy Kaposváron nem talál megfelelő munkaerőt, vidékről kell behozni. Ezek kellemes gondok, de ezeket is orvosolni kell. A szakmunkásképzés fő irányait a nagyvállalatok információit figyelembe véve szeretnék meghatározni. A cégek képviselői érve lehetőséggel elmondták tapasztalataikat. Kifogásolták a szakmunkásképzés kevésbé gyakorlatias voltát, valamint azt is, hogy a fiatalok nincsenek kellőképpen motiválva a munkavállalásra. Személyszállítás 98 címmel kétnapos konferencia kezdődött ma Szekszárdon a Közlekedéstudományi Egyesület és a Tolna megyei Közlekedési Felügyelőség szervezésében. A konferencia résztvevői megismerkedtek az Interpici motorvonattal. Jövőre várhatóan befejeződik az országos Intercity hálózat kiépítése. A vidéki székhelyek hálózathoz való kapcsolódását szolgálnák a szombathelyi MÁV Vasjármű Kft. Által korszerűsített cseh motorkocsik. A leglényegesebb változások a beépített légkondicionáló berendezés, az utastér komfortja megegyezik az Intercity vonatoknak a másodosztály komfortjával, felújításra került a vezető állása, a mozdonyvezetők munkakörülmények a javítására, a legkorszerűbb dízelmotor és automata sebességváltó került beépítésre. Az átalakítás költsége 62 millió forint. Jelenleg Tiszaújváros és Miskolc között közlekedik az Interpici, s ott nagyon jól bevált. Más felhordóvonalak is tervezve vannak, így például a Baja-Szekszárd-Sárbogárd útvonal is. A finanszírozáshoz azonban a MÁV segítséget vár.
azt szeretnénk, hogy ezek az Intercity-re felhordó járművek, miután területi fejlesztési célokat szolgálnak, vagy a területfejlesztési alapból, vagy a környezetvédelmi alapból kerüljenek finanszírozásra. Tekintélyes mennyiségű pénzt sikerült már eddig is összegyűjtenie a pécsi Ókeresztén sírkamrák megmentésére létrejött alapítványnak. Mai sajtótájékoztatójukon azonban bejelentették, hogy a rendkívül értékes Péter Pál sírkamra felújításához további 50 millió forintra lenne szükség. A Krisztus utáni 4. évszázadban épült sírkamra az évszázadok során tönkrement. Az 1991-ben létrejött alapítvány, a pécsi püspökség, Pécs városa, az országos műemléki felügyelőség, a Baranyas Tejermárk baráti egyesület részvételével elérte, hogy sikerült ideiglenesen konzerválni az állapotát, de a teljes felújításhoz szükséges 70 millió forintból hiányzik majdnem 50. Eddig 1 millió shillinget, 15 millió forintot adott az osztrák kormány, 20 ezer angol fontot, 6 millió forintot a Hedy Trust angol családi magánalapítvány, valamint 3-3 milliót a város és az országos műemlékvédelmi hivatal. Az alapítvány tovább pályázik. Most is pályázunk, a Magyar Környezetvédelmi Alapítvány pályázunk. Én remélem, hogy ez a sajtótájékoztató is alátámasztja egy kicsit, hogy a pályázatunk eredményes legyen. Sem a város, sem az egyház nem tud anyagi segítséget nyújtani. Csak figyelemfelhívást, erkölcsi segítséget, ugyanúgy felkiáltó jeleknek a fölfestését, néha kérdőjeleket tudunk tenni. Marad a kulturális koldulás, ahogy az egyik résztvevő mondta, pedig a sírkamra hozzájárulhatna Pécs világörökség részévé válásához is. Megszűnik ez év végétől az előnyugdíj. Helyébe a munkanélküli nyugdíjjárulék lép. Hangzott el Siófokon a jövő évtől hatályba lépő új nyugdíjtörvénnyel kapcsolatos változásokról tartott konferencián. Az új törvény értelmében 2009-től férfiaknál, nőknél egyaránt 62 év lesz a nyugdíjkorhatár, a kötelezően letöltendő szolgálati idő pedig 20 év. Alapvető változást jelent a magánnyugdíjrendszer bevezetése. Ennek lényege, hogy egyéni számlákra történik a befizetés magánpénztárak közbeiktatásával, és az így felhalmozott összegek jelentik majd annak a nyugdíjrésznek az alapját, amit a magánpénztáraktól kapnak az érintettek. A magánnyugdíjpénztárakba kötelezően csak a pályakezdőknek kell belépni. A többiek választhatnak. Erre a választásra 2 évvel rendelkezésre, és ezt követően 1 év arra, hogy meggondolják magukat, és szükség esetén visszaléphessenek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Ez év végétől megszűnik majd az előnyugdíj, helyébe lép a munkanélküli nyugdíjjáradék. Ez egy sajátos foglalkoztatás politikai eszköz, hiszen azok részesülhetnek ebben a előnyugdíj ellátásban és az ezt fölváltó ellátásban is, akik nyugdíj előtt sajnos nem tudnak elhelyezkedni ilyen vagy olyanoknál fogva. A Duna kötött tárúgyár Kft. Baján 1700 embernek ad munkát, és szándékában van újabb munkahelyeket létesíteni. Ehhez járul hozzá a Bács-Kiskun megyei területfejlesztési tanács, melynek pályázatán 47 millió forintot nyert a Kft. Az 1700 dolgozó most már elégedett lehet a bérekkel is, hiszen a kezdeti alacsony kereset mára megváltozott. Újabb nagy beruházás előtt áll a cég, mint ahogy a vezérigazgató elmondta, az elkövetkező 15 hónapban 4 millió dollár értékű gépi berendezést fognak vásárolni, amely újabb 200 ember foglalkoztatását teszi lehetővé. A Bács-Kiskun megyei területfejlesztési tanácstól munkahely megtartó és teremtő támogatást kapnak 47 millió forintot, amely az összberuházás 29%-a. A pályázatból nyert összeg alapvetően a textilgyártáshoz szükséges gépbeszerzés célozza, főként szikanyomó és varrógépeket vásárolnak. Az Európai Egyetemeket segítő Tempus program 1990 óta támogatja a magyarországi diák és tanárcseréket, diák önkormányzati fejlesztéseket, a felsőoktatási munkát. A pályázatokat összefogó Tempus közalapítvány ma tartott tájékoztatót az új programokról. A Tempus program második szakaszában a felsőoktatás menedzsmentjét támogatja országosan 1 milliárd forint értékben. A pályázatokra intézmények jelentkezhetnek, illetve a diákok az egyetemen, mint együttműködő partneren keresztül 1999. január 29-ig, főként a diák önkormányzatok fejlesztésére.
amennyiben nincsen működő diákszervezet az egyetemen ennek a létrehozására, vagy meglévő diákszervezet korszerűsítésére mindeszközben, mind szakértelemben támogatást tudunk nekik nyújtani. Az oktató és diákcseréket segítő Erasmus program kedvezményezettjei legalább 3 hónapig, legfeljebb 1 évig tartózkodhatnak külföldi egyetemen. Most a fő feladata az intézményeknek, akik ebben pályázni szeretnének, az, hogy 1997. november 15-ig beadják az intézményi szerződés pályázatukat. A harmadik, a C+ program hasonlóan a diákcserét támogatja, de kizárólag a C+ 9 közép-európai országába, ahol ösztöndíj, szállás, biztosítás, étkezés, beli juttatásokat kaphatnak a diákok. A pályázati határidő őszi fél évre június, tavaszira november 15-e. Heute Abend Lola Blau. Ma este Lola Blau címmel mutatja be holnap este a Szekszárdi Német Színház új előadását. Az osztrák szerző Georg Kreisler egy személyes darabját Galgóczi Judit rendezte színpadra, a főszerepet pedig Hadzsi Kosztova Gabriella játsza. Január 1-től még bizonytalan, hogy kitölti be majd a Német Színház igazgatói posztját, ugyanis a megyei közgyűlés pályázata valószínű újra eredménytelen lesz. Ennek ellenére az egyszemélyes darab várhatóan nagy sikerrel fut majd. Lola Blau a zsidó színésznő második világháborúbeli tragikus történetét a rendező a groteszk eszközeivel közelítette meg. Ma tulajdonképpen, amikor az ember ezt groteszken közelíti meg, akkor arra azt akarja kirajzolni, hogy ezt vegyük észre. Tehát a másik félgesztusából vegyük észre, hogy nem stimmel valami, és azonnal kiabáljunk, hogy ez még egyszer ne történjen meg. A darab ugyan a második világháborúban játszódik, aktualitását mégsem vesztette el. Ez egy mai ember, aki már ismeri a történelmet. Hát ezért mer nevetni azon, ami esetleg más csak sír, meg sírva nevet. Ez a mi fórunk, mint művészeknek segíteni nem biztos, hogy tudunk. És végül a holnap estig várható időjárás. Szeles, esős, a mainál hűvösebb időt jeleztek adástérségünkben a következő órákra. Éjszaka eső, zápor is várható, de enyhe lesz az idő. A hajnali hőmérséklet 10-12 fok körül alakul. Holnap többnyire borult lesz az ég, további eső, zápor is várható, helyenként kiadós csapadék is leeshet. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, helyenként viharos lökések kísérik. A kora délutáni hőmérséklet 10-13 fok között várható. Dél-Dunántúli híradót legközelebb holnap este láthatnak ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!